Robbanásszerűen fejlődik Romániában a gyerekjátékok piaca. Egy friss felmérés szerint a szülők egyharmada havonta legkevesebb száz lejre vásárol különböző játékokat gyerekeinek. Egyre többen online rendelik meg ezeket. Egy online játékbolt szerint a romániai szülők közel háromnegyede vásárol játékot gyerekeinek úgy a játékboltokból, mint az online webáruházakból egyaránt. 34,2%-uk havonta 100 és 300 lej közötti összeget költ játékokra. Ez a pénzügyi statisztikákban is megmutatkozik. Romániában ugyanis az elmúlt 5 év alatt 60%-kal nőttek a játékok forgalmazásából származó bevételek. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy évről évre mintegy 10-15%-kal nő az online történő vásárlások száma. Előző évhez ez azonos periódusra nézve, körülbelül mi onlineban egy olyan 15%-os eladási növekedést tapasztaltunk. Mi két weboldalra mérjük ezt. Nekünk ami erősebb, az nyilvánvalóan a magyar nyelvi oldalunk. A román nyelvi oldalán ez a statisztika, ez nem jó. Ennek nyúlmos van, mondja Farcádi Ali, aki ennek a játékbótnak a webáruházába tölti fel a legújabb termékeket. Úgy véli, az online a jövő. Úgy gondolom, hogy... Ezen túl egyre többen fognak online rendelni, azért, mert sokkal kényelmesebb otthon, végignézni akár száz terméket is, mint elmenni valahova, és polcokat végignézni. Bár társas játékoknál szerintem fontos az is, hogy kézbefoglást, mekkora a doboz, milyen tartalom van benne, milyen súly. Ez úgy történik, hogy mi azokat a játékokat, amiket Megkapunk, feltöltjük a weboldalra, és onnan mindenki le tudja rendelni. A romániában eladott, úgy hagyományos, mint online játékok hozzávetőlegesen 90%-a importból származik.